Az iskola neve is felmerült a 264 millió forintos pályázat, civil pályázat révén, ami egy pilot projekt volt. Milyen módon vett részt az önök iskolája ebben a projektben? Én csak arról tudok nyilatkozni, ami a Deák Ferenc Általános Iskolát és gimnáziumot érintette. Én többről nem tudok nyilatkozni. Minket megkerestek a pályázatírók annak idején, hogy egy ilyenbe részt vennénk-e. Természetesen azt mondtuk, hogy igen, hiszen ennek az egyik legfontosabb pontja az volt, hogy a gyerekek elmehetnek táborba. És mivel nagyon kevés az ingyenes táborozási lehetőség, ezért kapva kaptunk az alkalmon. Az egy más kérdés, hogy itt csúsztak a programok, és a nyára beígért táborból őszi tábor lett, tehát az őszi szünetben voltak ott a gyerekeink Zánkán, mi adtuk a pedagógusainkat, ez két pedagógust érintett az egész projektbe a részvétel, ez megtörtént, a gyerekek ott voltak Zánkán, ingyen voltak ott, voltak kalamajkák, azt rendeztük, de ez nem a pályázathoz kapcsolódóan történtek meg. Azok az eszközök, amik a pedagógusnak belettek ígérve, azok megérkeztek, tehát lett egy laptop, lett egy tabletgép, és lett egy színes nyomtató, egy projektor. Ezek rendben vannak, ezeket az utóbbi eszközöket ezt a további pályázatvitelébe fogják használni a kolléganők, biológia órán, környezetismeret órán. És tovább folytatódik az a fajta program, amit a gyerekekkel csináltak, tehát mostan megnézik azt, hogy például a buzából egyáltalán hogy lesz kenyér, itt a mi kertünk területén kim vannak a gyerekeink, és van nekik egy saját területük, amit a magelvetéstől a betakarításig gondoznak, törődnek vele. Én azt tudom mondani, mint az intézmény vezetője, hogy kimerem azt jelenteni, hogy azok a pénzek, amiket mi kaptunk, és azok az eszközök, amiket mi kaptunk, az jó célt szolgált, és azt a célt szolgálta, amit eredetleg is meg volt jelölve. Én merek mondani egy körülbelüli összeget is, hogy mi az, ami a Deák iskolát érintette ebből a pályázatba, az egy olyan hozzávetőleg egy olyan 2 millió forint körüli összeg. De azt is tudni kell, az én tudomásom szerint, hogy ez egy országos program volt, tehát ezeknek a nem csak a mi gyerekeink vettek részt, de én nekem arról nincsen tételes tudomásom, hiszen nem feladatom volt meg, nem is akartam én ennél jobban belefolyni, csak annyit, hogy a Deák gyerekek elmenjenek egyet táborozni, jó érezzék magukat, és azok az ígérvények, amik jönnek, azok voltak, azok őket élessék és oda is érjen. A képzéshez, hiszen ebben a projektben volt egy tananyagfejlesztés, tankönyvkészítés, a képzéshez szükséges tematika és tankönyvek is rendelkezésre állnak? A tanulói tankönyvek megérkeztek a nyár folyamán, mindegyiket átlapoztam. Én nem azt mondom, hogy úgy felhasználható ez, hogy kinyitom az első oldalon és befejezem a 150. oldalon, olyan 150 oldal körüliek ezek a könyvek, de arra alkalmasak, hogy egy-egy osztályfőnöki óra, egy környezetismeret óra, egy földrajz óra keretébe fel tudjuk ezt használni. Például én tanítok a 12. évfolyamon életvitelt és gyakorlatot, annak van egy olyan órai anyaga, hogy tudatos vásárlás. Ebben a könyvcsomagban is van egy ilyen tananyag rész, hogy tudatos vásárlás, onnan kiveszem, hiszen nagyon jók azok a piktogramok, amiket tartalmaz a könyv, arra, hogy megmutassam neki, hogy aranycsillagom, ezt néz, ez bizonyítja, hogy nincs benne az a színezőanyag, az az ételfesték, ez bizonyítja azt, hogy magyar festék, ez bizonyítja azt, hogy biotermék, stb. Stb. Nem kell neked lamentációt olvasni, hanem ezeket a piktogramokat rakd el a kis agyadba, és amikor mész vásárolni, akkor ezeket szedd elő valahonnan, és ezt szerint szedd le a pultról azokat az eszközöket, azokat a tárgyakat, amiket meg akarsz vásárolni. Van a pénzvilágról is benne szó, van benne technikatörténet is. Úgy szerintem ez, hát most ilyen prejudikáció, mert nem tudom, hogy mi lesz a jövőbe, tehát tantárgyként, hogy még egyszer, hogy elkezdjük az első oldalon, és az utolsó abba adjuk, úgy biztos, hogy nem. Mit meséltek a gyerekek a táborról és a kollégák, hogy mi zajlott a zánkai táborban, mivel gyarapodtak, milyen ismerettel? Hát a gyereknek mi kell? A gyereknek az kell, hogy a családi háztól távol legyen, akkor ez már rendben van. A gyereknek az kell, hogy legyenek további társak, tehát kortársak legyenek, aztán az összes többi, hogy mivel van kitöltve a nap, az már
majdnem csak azt mondom, hogy az a másodlagos kérdés, de azért azt megvoltak természetesen ott is a foglalkozások, hiszen több egy részét a mi pedagógusaink tartották, a mi embereink tartották, és érdekességeket hallottak. De természetesen ez nem egy olyan volt, egy bentlakásos iskola, mert nem is az volt a cél. A cél az volt, hogy valamilyen formában egy ilyen gazdasági élet iránt egy érdeklődést felkeltsen. Nagyon nagy szükség lenne erre, de ez egy másik történet. Milyen korosztályból tevődött ki a 25 gyerek? Felsősök voltak, tehát a táborba felsősök voltak, de a programban az 1-4 osztályból vesznek részt a táborba, viszont az 5-8 osztályból kerültek ki.